Köszöntöm egészség és életmód magazinunk nézőit. A mai műsorban a füllorgégészettel, illetve az autizmussal foglalkozunk. Elsőként nézzük meg, hogy hogyan is működik, hogyha fáj a fülünk, vagy fáj a torkunk, hová is érdemes menni, és mi az, amire most figyelmeztetjük a kedves nézőket, hiszen a stúdió vendége, a füllorgégészeti osztály főorvosa, dr. Borkó Rezső. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a meghívást, és Köszöntöm a kedves nézőket! Hogyha egyszerűen csak valakinek fáj a füle, vagy fáj a torka, akkor nyilván a házi orvoshoz, illetve gyermekek esetén a gyerekorvoshoz megy. Viszont ugye van nekünk egy esztékánk, tehát a megyei kórháznak a rendelőintézete, amelynek földszintjén szintén ott van a fülorgégészeti rendelés, és aztán van a kórházban egy egészen új helyen, egy mini csodavilág, ahol már nagyon betegeket fogadják. Tegyük már a kettőt rendbe, hogy milyen beutalóval, milyen esetekben hová menjen a beteg. Igen. Teljesen természetesen, tehát valakinek megfájdul a torka, azzal nem kell azonnal a sürgősségi osztályra vagy a kórházi e, ellátásra fordulni. a házi orvosok is felkészültek. Hát nyilván első lépésként a házi orvost érdemes felkeresni. És a házi orvos el tudja dönteni, hogy esetleg szakellátásra van-e szükség, illetve hogy ez a szakellátás mennyire sürgős. Hát az esetek nagy többségében azért ez Szerencsére nem annyira sürgős, hogy azonnal menni kell, persze ha valaki időben fordul az orvoshoz. És ugye ad be utalót a szakrendelőben működő két szakrendeléses fülorgégészeti rendelésre, amelyik minden nap, munkanapokon fél-nyolc-három óráig előjegyzés alapján várja a betegeket természetesen sürgős esetben lehet oda fordulni előjegyzés nélkül is, mert azt is be fogják sorolni, mert előfordul, hogy valaki vissza volt rendelve, de nem jelent meg, tehát marad idő, és akkor be tudják sorolni, tehát nem küldik el a sürgős esetben odafordulókat. Természetesen, ha már nagyobb a probléma, és komolyabb beavatkozásra van esetleg szükség, Ugye ezért van többek között a megyei kórházban a fülorgégészeti és szájsebészeti osztály, ahol hát szerencsére az esetek nagy többségét már biztonsággal el tudjuk látni. Mielőtt elutaznánk a kórházba, egy kicsit maradjunk a rendelőintézetnél, milyen eseteket fogadnak, illetve melyek a leggyakoribb panaszok, amelyekkel oda érkeznek a kicsik, illetve a felnőttek is? Nyilván, tehát torokfájás, fülfájás, halláscsökkenés, eldugult a füle, tehát fűzsír, kimosni a, a fülét, orvérzés, ordugulás, nagyon széles palettával lehet ott jelentkezni, és hát az esetek nagy többségében szerencsére az ott dolgozó szakorvosok meg tudják oldani ezeket a problémákat. Nyilván, amikor már <tosz> tovább kell lépni, ne hogy Isten műtéti beavatkozásra van szükség, ugye akkor irányítják hozzánk a kórházba, a mi szakambulanciánkra ezeket a kisbetegeket, meg felnőtteket is, további ellátás elvégzésére. Szinte már hallom a nézőket, ahogy mondják, hogy igen, az én kisfiamnak is felszúrták a fülét. Vajon a fül felszúrás az már műtétnek, operációnak számít, és a kórházban végzik, van, vagy ilyen esetekben azért van arra precedens, hogy a rendelőintézetben végzi el ezt a beavatkozást a szakorvos? Természetesen. Hát ez egy alapbeavatkozás, hogy úgy mondjam, természetesen a szakrendelőbe is. Beavatkozásnak számít, éppen ezért mint minden úgynevezett invazív beavatkozásra van egy műtéti beleegyező nyilatkozat, amin pontosan le van írva, hogy mi fog történni, milyen veszélyekkel jár, illetve milyen veszéllyel jár az, ha ez elmulasztásra kerül. Ezt a kedves betegnek el kell, vagy a hozzátartozónak el kell olvasni, és a beleegyezését kell adni, mert hát szerencsére azért extrém ritkaság, hogy mondjuk egy hűfelszúrásból valami komolyabb szövődmény alakuljon ki, ha nem történik meg, abból sokkal nagyobb baj lehet. Tehát, ha ezt kérdezte, hogy műtéti beavatkozásnak számít-e, tulajdonképpen igen. Uh -huh. Na és akkor milyen esetekben és hogyan juthat el valaki a kórházba? Mert hogy gondolom, oda már előjegyzés és beutaló szükséges, tehát csak úgy nem jelenhet meg valaki a kórház fülorgégészeti osztályán. Uh -huh. Alapvetően a fülorgégészeti ellátás az nem beutaló köteles. Uh -huh. Tehát a szakrendelőbe is beutaló nélkül is lehet, de ugye előjegyzés alapján történik, tehát előzetes bejelentkezés alapján. A kórházba alapvetően a szakrendelőből küldött betegek, illetve hát a sürgősséggel bekerült betegek ellátása történik valamint a műtéten átesett betegeknek a kontrollvizsgálata visszarendelt betegek, tehát akiket gondozni kell ilyen értelembe, tehát az operáló orvoshoz visszarendelve. Ezt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy így működik a rendszer nálunk. Egészen új, és ahogyan én említettem, csodavilág helyen fogadják a betegeket. Mióta is vannak az új épületben? Hát ez a negyedik éve, tehát több mint három éve, hogy átköltöztünk. Tényleg azt mondhatom, hogy egy európai színvonalú betegellátás és a kubatúra, tehát a, mind a fekvőbeteg ellátó részleg, mind pedig a, a járóbeteg ellátó részleg, tényleg nagyon modern e, körülmények között működhet. A fekvőbeteg osztályon két, illetve három ágyas szobák, fürdőszobával, hűtőszekrényel felszerelve, majdnem minden ágynál az oxigén, a szívó rendelkezése áll, tehát nagyon-nagyon kulturált körülmények. És ugye a fekvőbeteg ellátó résztől teljesen elkülönítetten található a járóbeteg, szakrendelés, a szájsebészeti szakrende, szaka, szakambulancia két vizsgálóhelyjel, illetve a filorgégészeti szakambulancia szintén két vizsgálóhelyjel, valamint ott van a hallásvizsgáló is, a megyei audiológiai állomás, ott is van egy filorgégészeti vizsgáló, illetve hát a kabinok, ott tudják intézni ugye a hallásvizsgálatokat, halókészülékek intézését, ezt sokan nem tudják, ez a rendelőintézetben is rendelkezésre áll. És én azt merem mondani, hogy a szakrendelőbe, illetve a, a, a kórházi megyei audiológiai állomáson a legmagasabb szakmai színvonalon tudják a betegek igényeit hallókészülék szempontból kielégíteni, tehát ott a legmagasabb polcon a szakmaiság jelenik meg. Hogyha az operációkat tekintjük, akkor milyen műtéteket végeznek leggyakrabban az osztályon, és erre hány? milyen műtét áll rendelkezésre, illetve műtőhelység. Igen, tehát mióta átköltöztünk erre az új helyre, ugye a régi helyen a fülorgégészeti osztály szerves részét képezte a két műtő, a, az egyikben altatásban tudtunk operálni, a másikban pedig helyérzéstenyítésben. Átkerültünk ide az új helyre, itt a központi műtőben euh, építettek hozzá még három altatásos műtőt, illetve euh, még két <laughs> helyérzéstelenítésben végezhető műtőhelyiséget. A Fülor is egy önálló, önálló, tehát központi műtő, de alapvetően mi használjuk azt a, azt a műtőt, egy, egy, egy csoda műtő tényleg. Ott történnek az altatásban végzett műtétek, illetve a másik műtőnk az a helyérzéstelenítésben végezhető. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyre kevésbé választják a páciensek a helyi érzéstelenítésben történő műtétet, kényelmesebbnek tartják az altatásban történő műtétet, hiszen nagyon sokat fejlődött az anesztézia, tehát a gépek, berendezések, az orvosok szaktudása, a gyógyszerek, tehát lényegesen sokkal-sokkal biztonságosabbá vált altatásban a műtét. És egyébként 14 év alatti gyermekek kizárólag altatásban kerülhetnek műtétre, 14 év fölött már lehet választani, de alapvetően inkább 18 év fölött, tehát felnőtt korba választhat, hogy ő most bizonyos műtéteket lehet választani helyi érzéstelenítésbe. Tehát van, vannak olyan műtétek, tehát amik a, a, fülműtétek, nyaki területet érintő műtétek, azok felnőttnél is, gyermeknél is kizárólag altatásban. Ami helyi érzéstelenítésben mehet, az a mandula műtét, orsővény műtét, műtét, Úgymond a fülorgészeti rutin műtétek. És milyen operációkat végeznek? Ugye a mandulak kivétel az alapdolog, az orsövény ferdülés is ezek szerint elég gyakran, illetve az orpolipok így eltávolításaik is hát, elég gyakran zajlik önöknél? Elég gyakran zajlik ez nálunk, így van. Hát a műtétek e, nagyobb többségét ezek teszik ki, de természetesen nagyon széles a. Ürör Műtéti Paletta, tehát beleértve a fülműtétek, hallásjavító műtétek, mindenféle nyaki műtétek, nyálmirigy műtétek, fültőmirigy, álkopocs alatti nyálmirigynek a műtétei, vele ilyen nyaki ciszta műtétek, és hát rossz indulatú daganatok miatt gégeműtétek, azoknak is többféle fajtája, akár gége megtartó műtétek is, illetve hát a rekedtség miatti vizsgálat, altatásba úgynevezett mikrolaringoszkópia, tehát mikroszkóp alatt történő mintavétel, illetve akár beavatkozás. Tehát ha egy hangszalakpolip diagnosztizálásra kerül, altatásba gyönyörűen mikroszkóp alatt el tudjuk távolítani. Mennyit fejlődött a műtéti technika, hiszen említette most főorvos úr például a mikroszkópot, hát ez is szinte elképzelhetetlen, hogy egy hangszáró mikroszkóp segítségével távolítják el a polipot. Ez már azért elég régi. Hmm. De büszként, Milyen újdonságok vannak? Büszként, még? büszként állíthatom, hogy <coughs> tehát most kaptunk, illetve hát az intézet kapott egy csoda mikroszkópot. Tényleg fantasztikus olyan felbontó képessége, világszínvonalú, tehát tényleg a legmodernebb mikroszkóp, ami gyakorlatilag elképzelhető, fantasztikus felbontóképességgel és beépített HD kamerával, ami azt jelenti, hogy egyrészt ki lehet vetíteni monitorra, tehát nem csak az operatőr látja a mikroszkóp alatt, hanem Bárki, tehát És e ha jól sejtem, a... ezek ilyen mobil mikroszkópok, tehát nem az az asztali mikroszkóp, amelyet ne, mi megszoktunk, nem, hiszen ez, ugye be ez, kell juttatni az adott területre. Nem a mikroszkópot juttatjuk be. Na ez az akkor eszköz, ezt... eszköz van bent, uh -huh. a mondjuk mondjuk a de egy fülműtétnél nincs semmi, csak mikroszkóppal nézzük, tehát mondjuk a hallójáraton keresztül történő hallásjavító műtétek, mikroszkóppal történő uh -huh. műtétei, hát ugye ott nagyon kicsi. E, Halocsontok, meg, meg a dobhártya, meg egyáltalán egy kicsi viszonyok, de gyönyörűen ki lehet vetíteni. Egyrészt, másrészt pedig e, fölvételeket lehet készíteni. Természetesen minden műtéti beleegyező nyilatkozatnál a páciens nyilatkozik, hogy hozzájárul ahhoz, hogy felvétel készülhet, dokumentáció ebből úgy, hogy a személye nem ismerhető föl. Ez egyrészt e, e, tanulás, tanítási, továbbképzés szempontból, másrészt pedig tudományos munkákhoz is szükséges. És ami hát megint egyedülálló itt a kórházban, a mi műtőlámpánkban is található egy HD kamera, amelyikkel a külső műtéteket, tehát amit szabad szemmel végzünk műtétek, tehát mindenféle nyaki műtét, akkor, akkor a, a, ezek a nyálmirigy műtétek, tehát amit, amit az operatőr szabad szemmel lát, és mivel a műtőlámpának a középső részében van, tehát a kamera az pontosan oda néz, ahova világít a lámpa, tehát a legjobb megvilágítást és a legjobb képfelvételt HD minőségben tényleg, tényleg valamicsoda. Már nagyon sok ilyen műtéti felvételeink vannak. Mi már három helyszínt említettünk, ahová megjelenhet, elmehet a beteg, hogyha fáj a füle, torka, bármilyen panasza van. Egyrészt ugye a körzeti gyermekorvos, háziorvos, az STK, vagyis a rendelőintézet a hősök illetve a kórház fülorgészeti osztálya. Viszont van a kórháznak egy úgynevezett sürgősségi osztálya is, ahol ha jól tudom, akkor nagyon gyakran találkoznak hasonló betegekkel az orvosok. Igen. Szerencsére Elviekben ugye úgynevezett egykapus rendszer működik a sürgősségi osztályon, tehát akinek sürgős ellátásra van szüksége, mentőviszi, vagy a hozzátartozók viszik. Ugye a sürgősségi osztályon jelentkezik. Ott van -e a triázs, amelyikben képzett szakemberek dolgoznak, akik pillanatok alatt fölmérik a beteg állapotát, egyrészt, hogy mennyire súlyos. Mennyire sürgős azonnali, vagy mennyire sürgős ellátásra van szüksége, illetve azt, hogy milyen szakterület ellátására van szükség. És ugye a, a ha fülorgégészeti jellegű panasza van a betegnek, akkor ugye a triázsból a fülorgégészetre küldik föl, hiszen a fülorgégészeti szájsebészeti osztályon minden nap, éjjel-nappal van, tehát a munka idő után minden éjszaka van gégészeti szájsebészeti ügyelet, tehát ilyen értemben fordulhatnak, de mégis azt mondom, hogy azért első körben ott érdemes jelentkezni, mert mondjuk valaki orvérzéssel jelentkezik. Tehát az orvérzésnek is nagyon sok oka, oka lehet. lehet. Tehát lehet, hogy vérhígítót szed, és esetleg nem jól van beállítva, és ugye emiatt vérzik az orra. Vagy hirtelen vérnyomás, kiugrás, ami miatt ugye megpattant egy ér, és ugye a vérnyomás ami más komoly tüneteket is okozhat, illetve hát lehet olyan